Köszöntöm kedves nézőinket, Heti Arc című műsorunk következik, melyben mai vendégem Herédi Attila, a 2023-as év férfi kutyása. Üdvözöllek a stúdióban önt is, valamint Mázli kutyát is. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, üdvözlöm én is a nézőket. Mielőtt részleteznénk azt, hogy milyen érzéssel töltötte el önt, hogy elnyerte ezt a díjat, valamint hogy hogyan is érdemelte ki ezt a díjat a városvezetés részéről, beszélgessünk egy kicsit önnek a gyermekkoráról. Hol nevelkedett, valamint gyermekkorában mit jelentett ön számára egy kutyus? Budapesten születtem, ott is nevelkedtem egészen, addig még le nem kerültem 1982-be Kiskörösre. Mindig volt kutyánk, tehát édesapám is nagyon szerette a kutyákat, alapvetően puli, tehát ez volt apám véleménye, az volt édesapám véleménye, hogy van a puli, és vannak az egyéb kutyafajták, tehát ő ennyire pulicentrikus volt. Ott jártam általános iskolába, középiskolába, majd katonai pályát választottam, és a katonai pálya következtében kerültem le Kiskörösre 1982-ben, mint már említettem. 82 óta lakom itt Kiskörösön, ide nősültem, elkerültem innen egy rövid időre, 3 évet Moszkvába töltöttem katonai akadémián, visszakerültem ide Kiskörösre az akadémia elvégzése után, itt parancsnok helyettes törzsfőnök voltam a laktanyába, majd néhány évet dolgoztam a Honvédelmi Minisztériumban, ahonnan szolgálati nyugállományba vonultam. A kutyázás mindig hozzátartozott az élethez. Először ugye a szüleim tulajdonába álltak kutyák, és amikor családi házas lehetőségünk lett, onnantól kezdve mi is elkezdtünk kutyázni, mert én azt tartom, hogy egy társasházi környezetben kutyát tartani, az sokszor az állatkínzással felér. Egyrészt a kutya egyedül marad minden egyéb problémájával, még egy társasházban azért ezt nem lehet megoldani, egy kertes házban a kert abban az időszakban is, amikor nincs otthon az ember, bizonyos elfoglaltságot ad a kutyának, meg lehetőséget arra, hogy kicsit szabadabban töltse a mindennapjait. Csau-csauval kezdtem a saját kutyázást, majd a második csau-csau elpusztulása után döntöttünk úgy a családdal, hogy akkor border collie. A border collie fajta kiválasztását nagy, hogy is mondjam, előzte meg, tehát utána néztünk a fajta jellemének, tulajdonságainak, szükségleteinek, minden olyan dolgának, ami szerintem szükséges ahhoz, hogy kutyát vásároljunk. Tehát sok ember úgy vesz kutyát, hogy kimegy a vásárba, vesz egy kutyát. Még autót úgy veszünk, hogy előtte megnézzük, hogy milyen hibái vannak, hogy lehet üzemeltetni, milyen javítási költségei vannak, mennyit fogyaszt, stb. Mindent utána nézünk. Ezt a kutyánál sokszor nem tesszük meg, holott ez nagyon fontos, hiszen 15 évre elkötelezzük magunkat egy kutya mellett. Mit érdemes tudni magáról, erről a fajtáról? Nagyon sokan ismerik azt a tényt, hogy nagyon okosnak tartják a border collie-kat világszinten. Ez valóban így van? Igen. Rengeteg ilyen, hogy mondjam, tudásrekordot tartanak. Mit tudom én, van egy border collie, a rekorder, aki 400 tárgyat ismer föl. Ezt egyszer Németországban egy gocsalksóba be is mutatták a kutyát, és tényleg 400 tárgyat, tehát felismer. Rengeteg egyéb felhasználási területe van a kutyának, kezdve a fajta alapjától, a tereléstől, kezdve egészen
komoly versenysport, például az agility sport középkategóriáját ők uralják, a flyball sport középkategóriáját ők uralják. Nagyon könnyen kiképezhető, viszont nem szabad elfeledkezni arról, hogy hatalmas mozgásigény. Tehát amire ezt a kutyát predesztinálták, ugye a terelés, az angol felföldön, ahol ő a puli, tehát napi 14-18 kilométert fut a nyáj körül. Na most ezt megőrizte, ezt a hatalmas mozgásigényt. Ezt minden gazdának ki kell elégíteni, mert máskülönben máshogy fogja levezetni a kutya ezt a hatalmas igényét. Tehát vagy szellemileg, vagy fizikálisan ezt le kell fárasztani nap mint nap. Ezért került szóba esetleg a kutyaiskola? Pontosan. Tehát ezért került szóba a kutyaiskola 18 évvel ezelőtt, tehát nem ma kezdtük a kutyaiskolás kutyázást. Pont emiatt, hiszen a fajta igényli azt, hogy szellemileg is, tehát hogy mentálisan is le legyen fárasztva, nem pedig csak fizikálisan, és erre nagyon jó lehetőséget biztosít a kutyaiskola. Természetesen a kutyaiskola szombat-vasárnapi kiképzései csak alapot biztosítanak arra, hogy az ember megtanulja azokat a fogásokat, amit majd hétközben gyakorolva eljut odáig, egy nyugodt, fegyelmezett, jól kezelhető kutya lesz a birtokába. Akkor a kutyusok számára ezt tudja elsősorban adni az egyesület, hogy le vannak fárasztva, le vannak mozgatva mentálisan is, nem csak testileg, de az embereknek, a gazdik számára mit jelenthet az egyesület? A kutyázás elsősorban a kapcsolatról szól. Tehát nem a feltétlen engedelmességről, hanem a kapcsolatról. Annak már csak következménye, tehát a nagyon jó kutya-gazda kapcsolatnak a következménye az, hogy a kutya fegyelmezett lesz, odafigyel a gazdájára, és végrehajtja azokat az utasításokat, parancsokat, amelyet a gazda kiad. Ehhez nyújt alapot a kutyaiskola. De ezen kívül a kutyaiskola az emberek közössége is. Tehát mi egy rendkívül, legalábbis az az érzésem, hogy egy rendkívül jó közösség vagyunk. Tehát ez megnyilvánul abba, hogy társadalmi munkában nagyon sok dolgot végzünk el a kutyaiskolába együtt. Nagyon sok programot szervezünk együtt, tehát kirándulásokat, egyéb programokat. Nagyon sok bemutatón veszünk részt együtt. Tehát ez nem, ez egy szociális kapcsolatrendszer is az emberek között, nem csak az ember és a kutya közötti kapcsolat, hanem ez végtelen sok emberi kapcsolatot is jelent, ami nagyon sok esetben ugye hosszú távon barátsággá, sőt nagyon jó barátsággá emelkedik. És ugyebár a 2023-as év férfi kutyásának választották önt május 1-én a sportmajális keretén belül. Meséljen kérem, hogy ebben a sportágban hogy tud eredményes lenni egy kutyás, és persze a kutyája? Igazándiból szét kell választani az úgynevezett hobbi kutyázást a versenykutyázástól. Tehát a versenykutyázás az egy életforma. Tehát az ugyanúgy, mint az atlétikában, az úszásban, az egész embert, napi egész elfoglaltságot jelent. Ezt nem lehet másod kézből, vagy másod dologból csinálni. A hobbi kutyázás, mint sport, az pont ugyanaz, mint a kocogás, vagy mint a hobbi futás. Tehát, hogy az ember egy olyan elfoglaltságot választ, amiben jól érzi magát, kellemesen érzi magát, és az, hogy időnként eljárunk versenyezni, megméretjük magunkat, ez plusz. Ez inkább visszaigazolás az, hogy milyen jól dolgoztunk. Mi igazándiból bele kóstoltunk, nekem ő már a harmadik border collie-m, a negyedik éppen otthon van, az egy 3 hónapos pici,
belekóstolunk minden sportba egy picit. Tehát mi frisbizünk egy kicsit, de nem olyan szinten, hogy ebből versenyezni lehessen. Agilitizünk egy kicsit, de megint nem olyan szinten, ami alkalmas legyen arra, hogy versenysport. Engedelmes munkát, tehát őrzővédő versenyeket csinálunk, annak az engedelmes részét, de megint nem olyan szinten, hogy ez világbajnokságig vigyen minket. Tehát az eredményesség ebben az esetben inkább a kutyaiskolán belüli, vagy inkább az ember saját számára jelent eredményességet. Tehát ez nem egy olyan, hogy is mondjam, van egy-két kupa fönt a polcon, de ez nem azt jelenti, hogy versenysport szinten fogjuk űzni ezt a dolgot. Az, hogy én lettem a 2023 év kutyása, az, hogy is mondjam, sokkal inkább a 18 évnek szól, mint a 2023-as évnek. Ez a 18 év alatt elsősorban, sőt, igazából mondhatni, végig Border Collie kísérték az ön útját az egyesület életében. Miért éppen, vagy miért válhatott be az ön számára a lehető legjobban a Border Collie? Alapvetően egy sportos, beállítottságú ember vagyok, és ezt a vonalat nagyon jól képviseli a Border Collie. Tehát ugye a nagy mozgás igény miatt ők igazán partnerek tudnak ebbe a dologba lenni, hogy tehát velük nagy sétákat lehet tenni, nagy kirándulásokat lehet tenni, gyorsak, fürgék, ezért aztán alkalmasak egy csomó olyan sport vagy tevékenységre, ami egyébként a gazdát is elég rendesen megmozgatja, például a frisbizés, vagy az agility, ahol azért a gazdának is kellően gyorsnak kell lenni, hogy az akadályokra megfelelően rávezesse a kutyát. Természetesen azért 18 évvel ezelőtt én is más sebességgel mozogtam, mint most. A Border Collie-k tényleg nagyon nagy mozgásigénnyel rendelkeznek. Itt említette, hogy ugye szombaton és vasárnap vannak a kutyaiskolában a különböző események, foglalkozások. Hogy néznek ki a hétköznapok? Hogyan tudják megoldani ezt a rettentő nagy mozgásigényt? Otthoni gyakorlással esetleg? Természetesen. Tehát ő bár 11 éves, mi minden nap. Ezt úgy kell érteni, hogy tényleg minden nap, tehát eshet eső, fújhat szél. Mi egy 4 kilométert megteszünk most a záportározó körül, mióta ott megvan ez a lehetőség, hogy tényleg kultúrált környezetben tud az ember mozogni egy kicsit a kutyával. Előtte pedig, hát milyen volt az egész határ. Tehát. Mit érdemes tudni? Most említette, hogy van otthon egy kölyök kutya. Esetleg ő is jár már, vagy járni fog a kutyaiskolába? Természetesen ő is járni fog, már alig várják az iskolába a kutyust, de addig, ameddig a megfelelő oltásokkal nem rendelkezik, nem szabad, vagy nem... Hát igen, nem szabad közösségbe vinni, mert olyan fertőzéseket szedhet össze a idősebb kutyáktól, ami esetleg az életébe kerül. Tehát meg kell várni azt a oltási periódust, amíg nekünk még van 3 hetünk, ugye az utolsó lesz a veszettségi oltás, és ezután kutyaközösségbe vihető, tehát innentől lehet majd igazándiból aktívan kutyázni vele. Uh-huh. Ez nem azt jelenti, hogy most nincsen vele foglalkozva, most is napi szinten foglalkozva van vele, természetesen ugyanúgy, mint egy gyerekkel, tehát, vagy mint egy kisgyerekkel. Tehát nem elvárható az, ami tőlük már elvárás, hogy hosszabb távon képes legyen oda koncentrálni az emberre. Tehát ugyanúgy, mint a kisiskolásnak, hogy
föl kell nőni odáig, hogy 6 éves korban végig tudjon ülni egy 45 perces órát, neki is ilyen 5-10-15-20 perces gyakorlásokkal telik az idő, és ezt természetesen többször ismételjük egy nap. Tehát vele is foglalkozva lesz, aztán majd később, amikor, mint mondtam, meglesznek az oltásai, természetesen irány a kutyaiskola. Egyébként is hozzátartozik a kutyázáshoz, vagy a kutyatartáshoz a kutya megfelelő szocializációja. Ugye a kutya megfelelő szocializációja az azt jelenti, hogy bármilyen körülmények között, tehát egy kutya közösségben is megfelelően tudjon viselkedni. Egy emberi közösségben is, és egy kutya közösségben is megfelelően tudjon viselkedni. Ezért én azt mondom, hogy elvileg minden embernek szüksége lenne minimális képzésre. Tehát ez olyan, mint a biciklizés, hogy hiába tanultam meg biciklizni, ha nem ismerem az alapvető kressz szabályokat, akkor nem tudok biciklizni. Illetve tudok biciklizni, csak nem tudok közlekedni a kerékpárral. Tehát ez ugyanaz a kutyával is, hogy bizonyos szabályokat, vagy bizonyos dolgokat meg kell tanulni ahhoz a kutyának, hogy emberi közösségbe, kutya közösségbe bármikor elvihető legyen. Tudná erre példákat mondani, hogyha esetleg a tévénézőknek is van kutyája, és hogy esetleg ők is tisztában legyenek azzal, hogy mit is tud adni a kutyaiskola az számukra, még akkor is, hogyha nem az a céljuk, hogy versenyeznek, hanem hogy egy biztos kutyájuk legyen, akivel elmehetnek sétálni, még akkor is, hogyha pórázon van. Pontosan ez a cél, tehát a kutyaiskola, a kutyaiskolában nem mindenki fog 18 évet kutyázni. Tehát ez nem, akinek nem lesz ez hobbiszerű, az nem fogja ezt csinálni. A kutyaiskola nem csak a kiskörösi kutyaiskola, hanem valamennyi kutyaiskola alapvető feladata, nem is rossz így, hogy alapvető feladata, tevékenységének alapját az azt képezi, hogy rengeteg olyan kutyás nevel, aki tudja kezelni a kutyáját megfelelőképpen. Tehát fölvihető vonatra, el lehet vele menni kirándulni, nem fog rombolni, nyugodtan le tud ülni egy beszélgetés közben, nem ugrál az emberre, nem koszolja össze a ruháját, és még sorolhatnám ezeket a dolgokat. Tehát ezeket mind néhány foglalkozásban, vagy néhány hét alatt meg lehet tanulni. Meg a másik dolog, amit ad a kutyaiskola, az megtanítja az embereket elfogadni azt, hogy ez egy kutya. Tehát, hogy nem ember, vannak hiába családtag, hiába szeretem akármennyire, mégsem úgy kell vele viselkedni, mint egy gyerek, mert ez egy kutya. Tehát most én nagyon szeretem a kutyámat. Tehát végtelenül szeretem a kutyámat, de másképp szeretem, mint az unokámat. Tehát, és ezt tudomásul kell, tehát minden élőlényt a helyén kell kezelni, a kutyát is a helyén kell kezelni. Egy ösztönlény. Tehát azért akármilyen jól nevelt a kutya kerülhet olyan szituációba, amikor kibillen ebből. Ez alól természetesen kivételek a nagyon profi kutyások, de még ott is elképzelhető időnként megingás. Tehát más az, amikor valaki mentőkutyás, más az, amikor valaki katonai kutyás, rendőrkutyás és a többi. Ezek munkakutyák, tehát ezek, de még ezeknél is elképzelhető megingás. Hát akkor egy olyan kutyával, akivel nem nap mint nap profi szakemberek, profi kutyásként dolgoznak. Hobbi szakemberek hobbi kutyásként fognak dolgozni. Alapvetően fontosnak tartja, hogy a gyerekek is megtanulják
kölcsönösen tisztelni az állatot, tehát hogy a kutyát, és esetlegesen majd, hogyha felnőnek és kutyájuk lesz, akkor ők is elmenjenek inkább egy kutyaiskolába megtanítani akár az alapokat, akár magasabb szinteken? Igen, ez egy fontos dolog, hogy a gyerekek rá legyenek szoktatva arra, hogy szeressék az állatokat, és elfogadják az állatokat olyannak, amilyenek. Nem csak a kutyát, tehát ez macska, papagáj, bármi lehet, aranyhörcsök, tehát teljesen mindegy. Egyrészt rendszerességre, fegyelemre szorítja a gyereket. Ha ugye a szülő nem szól bele ebbe a folyamatba, akkor kialakul a gyerekbe az, vagy nem is nem szól bele, megfelelő irányba terelgeti ezt a tevékenységet, odafigyelve, gyakorlatilag minőségi időként töltve el azt az időt, amit a kutyával, a gyerekkel foglalkoznak, akkor ez nagyon helyes irányba fogja nevelni a gyereket, mert megszokja azt, hogy a kutyának rendszeresen vizet kell adni, enni kell adni, sétáltatni kell. De most, ha nem a kutyáról beszélünk, akkor mit tudom én, a papagájt meg kell ittatni, ki kell takarítatni a kalitkáját, tehát hogyha ezt mind megszokja a gyerek, akkor egy rendszeres, fegyelmezett, állandóan szükséges tevékenységre van nevelve, ami szerintem végtelenül jót tesz majd a későbbiekben a lelkének is, meg egyébként a pszichéjének is. Ugyebár szokták mondani, hangoztatni, hogy a kutya az ember legjobb barátja. Az ön számára mit tudnak adni ezek a kis szeretett gombócok? Hát, amit mondtam, tehát mint egy családtag. Tehát nem, ezt elég nehéz, tehát ezt elég nehéz úgy megfogalmazni, hogy mit jelent egy kutya, hogy ténylegesen mit jelent. De nem tudom igazándiból megfogalmazni. Az egy végtelenül jó dolog, amikor az ember szemébe néznek így, mint ahogy ők. Tehát ez szerintem leírhatatlan érzés. Tehát nem is tudom igazándiból másképp. Tehát ez egy nagyon nehezen megfogalmazható dolog, hogy mit jelentenek a kutyák. Az biztos, hogy ténylegesen az ember legjobb barátja. Tehát olyan kapcsolatot lehet egy kutyával kiépíteni, amit más állattal nagyon, nagyon nehéz. Vagy legalábbis nem is azt mondom, hogy nagyon nehéz, mert a lovasok azt mondják, hogy ugye egy lónál szeretetteljesebb állat nincsen. A kutyások meg azt, hogy igen. Tehát, hogy a kutya. Tehát a macskások meg azt fogják mondani, hogy a macska. Tehát ezt nem lehet így lekategorizálni. Egy biztos, hogy egy állat, amit szeret az ember, az nagyon sok pozitív, lelki és mindennapi dolgot ad. Ők egy stresszlabda, tehát most a szó jó értelemben, tehát amikor megsimogatja az ember, vagy foglalkozik az ember a kutyával, akkor ugye kikapcsol. Mert a kutyával való foglalkozás közben, tehát amikor mi kiképzést tartunk a kutyával, akkor el kell fogadnom nekem azt, hogy itt csak én hibázhatok. Tehát ha valamit ő nem csinál meg, vagy nem úgy csinál meg, ahogy én akarom, az nem az ő hibája, hanem az enyém, mert én rossz módszerrel akarom megtanítani azt, amire ő fogékony lenne, és akkor nekem kell keresni másik módozatot, más lehetőséget arra, hogy ugyanazt a dolgot, amit nagyon sok szakkönyvben mondjuk úgy írnak le, hogy azt így kell megtanítani, azt kiderül, hogy hát ez lehet, csak ő nála most ez pont nem működik.
így, és akkor választani kell valami más módot, ami alapján ugyanazt a célt elérem. De ez nem az ő hibája, ez mindig az enyém, hogy én rossz módszert választottam. És ugyanaz, ha bármi negatív dolog történik a kutyával, tehát ugye számtalan kutyatámadásról beszélünk, meg minden egyéb, ez egyik se a kutya hibája. Ez mind a gazda hibája. És ezt tudomásul kell venni a társadalomnak is, hogy igenis úgy működik a dolog, hogy a gazda a hibás, nem a kutya. Az már csak egy következmény, egy rossz következmény, hogy egy rosszul nevelt, rosszul szocializált kutya kiszabadul, és az lesz a következménye, hogy megharap egy gyereket, vagy rátámad egy idős asszonyra, vagy bármi egyéb dolog. De ez a gazda hibája. A gazda hibája, hogy nem csinálta meg a kerítést, hogy egyáltalán kijött a kutya, hogy úgy lett megnevelve, hogy egyáltalán kijön. Az én kutyáim hiába vannak nyitva a kapu, nem mennek szélnek, világnak. Tehát ez a gazda hibája. Itt említette a beszélgetés folyamán, hogy elsősorban nem az az ön számára a lényeg, hogy minél több serleg legyen, de azért említett, hogy azért van egy pár díj az önök zsebében már. Van esetleg olyan, amire kimagaslóan büszke? Ó, igen, van egy a Kira nevezetű kutyámmal értünk el egy országos bendekupán, ez egy, hát a feltörekvő kutyák versenye, tehát így lehetne igazándiból megfogalmazni ezt a dolgot, egy hatodik helyet, és úgy kaptunk 95 pontot, hogy az én, mint ahogy említettem, tehát minden a gazda hibája, én hibáztam, nem a kutya, és miattam vonták le azt az 5 pontot. Tehát erre nagyon büszke vagyok például. Esetleg van-e tervben, hogy a még most pici kutya, aki otthon van most jelenleg, hogy vele milyen versenyekre szeretne eljutni, vagy esetleg ő vele is inkább csak ilyen hobbi szinten megmaradni? Vannak tervek, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Obedience-ezni szeretnék vele. Ez az engedelmes versenyzésnek egy speciális ága. Négy szint van, amit majd különböző, tehát fokozatokat, amit teljesíteni kell a versenyzés során, azt majd meglátjuk, hogy meddig jutunk el vele. Hát kívánom, hogy minél eredményesebb legyen akkor azzal a kutyussal is a kutyázás, és bízom benne, hogy majd rengeteg sikerükről tudunk majd beszámolni. Köszönöm szépen, hogy eljött ma, és a vendégem voltak, és tényleg nagyon sok sikert kívánok önnek a következő évekre. Nagyon szépen köszönöm. A nézőknek pedig köszönöm szépen, hogy ma velünk tartottak.